Na hát sziasztok, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket. Biztos észrevettétek, hogy a 2-3 hét óta egy kicsit máshogyan próbálom megközelíteni a reggeli meeting témáit. Megmondom miért. Azért, mert észrevettem egy bizonyos dolgot, aminek nagyobb hangsúlyt kell, hogy fektessek én személy szerint saját magamon, és úgy gondolom, hogy nagyon sok technikai képzés van, nagyon sok olyan, hogy mit tudom, milyen üzletet hogyan kell csinálni. Ott vannak a hanganyagok, videóanyagok, amiben mindenféle furfangok vannak. És én úgy gondoltam, hogy a reggeli meetingeket egy olyan irányba viszem át, ahol saját magunkat hogyan kell rendbe rakni, és azt átkonvertálni bármibe. Nem tudom, hogy mennyire tetszik ez nektek, vagy nem. Természetesen, hogyha valakinek ez nem jó, szóljatok, mert akkor az irányba viszem, de én mindig az adott napnak megfelelő instrukciókat, amiket én is kapok, azokat adom át nektek. Tehát úgy higgyetek el, hogy ma például 4-5 óra fel hajnalban fogalmazódott meg, hogy pontosan mi is legyen a mai reggel, és ez mindig így van, bármi. És most nézem a úgymond nagy guruknak a képzéseit, és képzeljétek el, hogy például fönn voltam a Justin Valangia egyik képzésén valamelyik éjjel, és ő pont ugyanezt mondta, hogy ő nem készült például soha, mert megvannak az alapok. Amit abban a pillanatban, a mostban kell adni az embereknek, ő azt csinál, hogy fölmegy a színpadra, és ő ugye ez a technikus ember nagyon komoly, hát úgy is hívek, hogy ninja, ugye, és hippie Jedi, úgy is hívják, és nagyon komoly dolgokat mond, és az ő csapata mind fullmilliómosokból áll. De hogy miért? Tehát azért, mert ezt a hátteret így adja meg. Oké. Okay. Tényleg kérnék majd visszajelzéseket, mert nagyon-nagyon sok anyag van, amit át tudunk dolgozni együtt, de hangsúlyozom, ez mindig az én felismeréseimet, a tapasztalataimat mutatja, és ezt mindig átkonvertálom az adott üzletünkre, vagy tehát az üzleti életre is inkább úgy mondom, lehet ezt használni. És ma, amiről szeretnék nektek egy pár szót, egy jó óraszát így együtt fogunk tölteni ma reggel is, szerintem ez az egyik legnagyobb, legkomolyabb téma, amit egyáltalán föl kell dolgozni, mert napi szinten kell gyakorolni. És ez nem más, mint hogy hogyan hoz magad úgy rendbe, hogy akár egy nagy csapatot tudj építeni, ha networker vagy. Ha nem vagy networker, akkor meg jó családot, jó gyerek-apa viszonyt, jó feleség vagy férj-apa viszonyt, tehát ez a család, amire én gondolok, de ezek a kapcsolatépítés művészetei, inkább így sugallanám nektek, ez, amire nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Megmondom miért, és mindig igazol sajnos, vagy igaz, vagy nem, az a tény, hogy igazán a kapcsolatainkat kell kiépíteni, és azon belül legjobb kapcsolatban, hogy a saját magunkkal kell lenni, mert ha ezek az alapok rendben vannak, akkor nagyon gyorsan föl lehet gyorsítani egy üzletet, vagy jön valami lehetőség, amit szeretnél te megvalósítani, bármilyen ötlet, hangsúlyozom, amit esetleg pénzét tudsz változtatni, ezekre az alapokra építve ilyen gyorsan megtörténik a varázslat. Én így hívom, ilyen gyorsan. Ezt hívják ilyen Jedi erőnek, vagy ezt hívják vonzás törvényének, mert például a Titok című filmet biztos láttátok, és ugye sokan reklamálnak, hogy hát hiába próbálgatják, nem működik. Azért, mert ez nincs benne a Titok című filmben, a vonzás, maga a vonzás törvénye is. Tudjátok, mi a vonzás törvénye? Akár ide is lehet írni. Nagyon, amikor rájöttök erre, és én is így voltam, amikor rájöttem, atya úristen, ez ennyire egyszerű lenne, és ezt miért nem tanítják? És azért nem tanítják, mert mindenkinek rá kell saját magának jönni. És ez nem más, mint a mostban levés. Gondolnátok, hogy ennyire egyszerű? A mostban, az adott pillanatban lévő levés, vagyás, magyar az nagyon jó fogalmaz, a legnagyobb misztérium szerintem, ami létezik, mert ez egy megfogható, világos dolog a most. A jövő az nem fogható meg. A múlt az
azt nem tudod megváltoztatni. Tehát például reggel 9-kor odaírtam, hogy rögtön kezdünk. Nem tudom megváltoztatni. Mert lehet, hogy azt kellett volna írni, hogy nem sokára kezdünk, vagy lehet, hogy... De már nem tudom megváltoztatni. Amit meg tudok változtatni, a most. Nagyon-nagyon fontos, mert... És majd rávilágítok nektek, hogyha ezt egy kicsit így átlépitek, akkor megnyugszik a szívetek. Tehát ki az, aki közületek szeretne, tudod, ez a nyugodt állapot. Írjatok be egy tízest, aki szeretné azt, hogy tudod, ez a nyugodt állapotod legyen. És ez nem attól függ, hogy a kormány most igazán mit mond, melyik kormányfő van hatalmon, vagy most Donald Trump, vagy Hillary Clinton lett az Egyesült Államok elnöke. Szem egyáltalán nem fontos, mert az a fontos, hogy te a most hatalmát hogy gyakorod saját magadba. Mondok egy példát. Ugye, ahogy elkezded a mostban levést, és ezzel együtt kifejleszted magadba azt a, hát azt is lehet mondani, a varázserőt, az intuíciót, hogy hogyan dönts jól vagy rosszul. Egyébként nincs jó meg rossz, csak úgy döntések vannak, de ugye nem mindegy, hogy Pestre, most jó fog felemegyek, már nem Csongrádról, vagy Kiskunfélegyháza, Kecskemét, stb. Stb. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mennyit döntök, mert az idő, amit ez is ember talált ki, egy idő sincs, de nem mindegy, hogy azt a 70-80-90 évet, kinek mennyi van megírva, azt milyen döntésekkel fogod tudni változtatni. Csak zárójelbe téve, tudtátok, hogy körülbelül olyan 3% szabad akaratunk van? 3%. Mondhatnád, hogy akkor mi a francnak gondolkozzunk. Az a 3% az épp elég arra, hogy elvigyen, de úgy bele a susnyásba, mondaná egyik barátom, hogy hát ugye eltévedsz. De ez a 3% szabad akarat, hogyha úgy vannak a döntéseid meghozva, hogy a belső intuícióból, a belső megérzésből, azt mondja a mesterem, hogy az isteni vezetésből, akkor egyszerűen csodálatossá válik az élet, és ez nem pénz kérdése. Mondok konkrét példát vonzás törvényére. Biztos, hogy a te életedben is volt már olyan, hogy nem is tudtad, hogy miért döntöttél egy bizonyos helyzetbe úgy, ahogy nem is gondoltad volna, hogy dönteni fogsz, de mégis úgy döntötted, mert végre nem az eszedre, az értelemre hatott, vagy hallgattál, hanem tudod, a szívedre, és akkor jött igazán az az eredmény, amire vágytál. Ki az a közületek, aki bemeri vallani, hogy igenis volt az életemben olyan helyzet, amikor döntöttem, semmilyen logikus dolog nem volt benne, hogy úgy döntsek, de mégis úgy döntöttem, és az volt a helyes. Vagy bemered vallani azt, hogy hát igen, az értelem, a mindenféle dolog azt mondta volna, hogy így döntsek, úgy is döntöttem, de egy belső hang azt mondta, ne, így dönts, és mégse hallgatta erre a belső hangra, és utólag derült ki, hogy basszus, de jó lett volna arra hallgatok. Tudjátok, ez a Hufnáger Pisti esete, csak úgy humorosan mondom. Ugye, hogy Brigi írja, hogy nem is olyan régen történt. Nagyon fontos ez, hogy ezeket a kis történéseket érdemes így leírni. Annak idején, ugye általános iskolákban mi írtunk naplót. Nem tudom, ti vezettetek-e naplót. Tudod, még óvis korunkban is én bemerem vallani, és akkor tudjátok, hogy a legjobb barátunknak, barátnőmnek ezt odaadtuk, vagy édesanyánknak odaadtuk, nagyon megható dolgok vannak. Nekem még megvannak ezek a kis könyveim. Na most, ezek nem véletlenül vannak, egyébként sincs olyan véletlenek. Érdemes ilyen naplózást csinálni, mert vissza tudod tekerni, ugye meg tudod nézegetni, vagy ugye hát blogot is, hogyha csinálsz, vissza tudod nézni, hogy milyen döntéseidet, mikor, hogyan és milyen aspektusba hoztad, és rá tudsz nézni a múltra. Tehát szerintem a múltnak a mocsarába így tocsogni nem igazán érdemes, viszont ilyen ránézéssel viszont érdemes vizsgálni. Oké, nézzük csak meg. December 24-e lesz nem sokára, de a múlt
mondjuk 2015. december 24-én milyen volt az akkori napom. Én vissza tudom nézni, képzeljétek meg. Mert ugye már jó negyedik éve csinálom azt, hogy minden nap csinálok legalább egy tréninget, vagy így a tapasztalataimat elmondom. És bizony-bizony vannak olyan, tehát így vissza tudok nézni, képzeljétek el, 3-4 évvel ezelőtti videómat megnézem, le vannak így mentve, és nagyon sokat lehet belőle tanulni, képzeljétek el, nagyon sokat. Tehát olyan elemzéseket tudok csinálni, és ez higgyétek, ez egy nagyon jó módszer, ajánlom neked is, aminek a hatására, ha ezt beteszem a szívembe, akkor úgy tudok dönteni, hogy össze tudom sűríteni az időt, képzeljétek el. Tehát így totálisan, most ne a szószoros értelmében, hanem az idő összesűrítése nálam az azt jelenti, hogy a döntéseimnek nem adok akkora teret, hanem egyre jobban észreveszem azt, hogy pozitív döntéseim voltak. Néha van egy negatív, ami nem jó irányba vitt, de már hír sincs annyi, mint ezelőtt, mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt. Csak ezzel a módszerrel, amit most az előbb mondtam nektek, hogy minden nap ezt most vagy este megcsinálod, vagy reggel egy ilyen okfejtést csinálja, egy ilyen felismerési videót, saját magadnak csinálod. Ezt nem kell kirakni az internetre. Ha van benne olyan, amit érdemes megosztani a nagy közönség, akkor megosztod. Némelyiket én is megosztom, némelyiket nem. De főleg ezt magadnak, mert a belső énedhez küldöd ezt az üzenetet. Tehát például itt csináltak egy ilyen sorozatot, én ajánlom mindenkinek, hogy belső felismeréseim. Ha nincs kedved videót csinálni, akkor leírod, de egyébként sokkal gyorsabb, ha videóba csinálod. És próbálj az intuíciódra, belső, ez egy kis belső meditáció, hallgatni, és ne arra gondolj, hogy jaj, majd milyen lesz, mikor visszanézed, vagy másnak esetleg megmutatod. Magadnak próbálj, úgymond, nem megfelelni, hanem üzenni. Mert ezzel a módszerrel ki tudod bányászni magadból azt, hogy én ez lennék. Azért jó a videó egyébként, mert látod, hogy milyen vagy. Szemedbe tudsz nézni a kamerába, akkor visszanézed, és sokan azt mondják, hogy hát ez olyan időpazarlás. Hidd el, ez egy max. 1 óra hosszát veszel az életedből naponta. Nem kell ezt természetesen minden nap csinálni, de egyébként rá fogsz szokni. És akkor visszanézed, hogy mondjam, ezt akkor is vissza tudod hallgatni vagy nézni, amikor van ilyen hulladékidőt, mosogatsz, teregetsz, hölgyek, már én is szoktam, vagy futsz például, vagy úszol, vagy... Tehát amikor még azért befogadó, így tudsz elemezni, mert az agyad az annyira érdekesen működik, hogy lesz a felismerésedből, tehát mondjuk megnézel egy 3-4 nappal ezelőtti videódat, és abból a felismerésből lesz egy új felismerés, és abból lesz egy új videó. És abból is lesz egy új felismerés, és abból is lesz egy új videó, és a felismerés egyre építesz, akkor a végén ez olyan, mint a gyémánt, amikor így elkezded csiszolgatni. Ugye a gyémánt is egy szén, csak hogy annyiszor csiszolgatják, hogy a végén egy gyönyörű csillogó valami lesz. És ez az, amit majd fognak látni az emberek rajtad. Elkezd csillogni a szemed, elkezdesz hadonászni, már ilyen jó értelemben, meg lelkessé válsz, és azok általában, akik nem csinálnak ilyen szellemi gyakorlatokat, és ez tényleg nem ilyen milyen nagy ilyen ezotérikus akármi, hanem ez egy egyszerű gyakorlat, amit meg tudsz csinálni, és kineveled magadból ezt a kis gyémántot. Ki az, aki be most így megfogalmazott, a francba kipróbálom már. Tehát ne hidd el nekem ezt, mindig így kérdőjelezd meg, amit én mondok. Én azokat mondom, amiket én csinálok személy szerint, és ez egy izgalmas utazás, képzeld el. Egy izgalmas utazás. Látok ugye barátaimat Facebookon megosztani különböző idézeteket, amik nagyon jók, és hogyha ezt videóba osztod meg, és egyelőre csak saját magadnak, aztán utána a jobbakat, amire úgy gondolod, hogy jobb, az úgy megosztod másokkal is, és kezdenek fölfigyelni rád. Kezdenek, milyen érdekeseket mond. Honnan veszi ez? És amikor rájönnek az emberek, hogy te kezdesz változni, így lehet kialakítani egy bizalmat.
Most azt miért mondom nektek ilyen lassan el? Azért, mert mi mindig másik embert akarjuk megváltoztatni. Ugye, éred a kis párkapcsolatodat, és akkor mi nincs ez, mi nincs az, meg tudod, úgy elkezded próbálni megváltoztatni mondjuk a társadat. Ki az, aki már próbálkozott, vagy észrevette saját magát, hogy én nem felelek meg, mert valamit nem jól csinálok, és állandóan cseszeget a párod, mondjuk. Biztos volt ilyen. Akkor nem az van, hogy ez a két ember így próbálgatja a saját akaratát így rá tukmálni a házastársa, vagy a párjára, vagy a kedvesére, ugyanígy a gyerekekre is természetesen, hanem mert nincs neki megoldás. Ez állandóan egy csörtékbe megy. Ki az, aki elviszi nekem azt, hogy tudod, te is kitalálsz valamit, ő is kitalál, és ugye a személyiségjegyek azok úgy vannak, hogy mint egy fogaskerék, így kellene passzolni. És amikor két ember mondjuk összekerül, akkor ugye a jó személyiségjegyeket mutatod. Tudod, akkor nem látszik, hogy te egy trehány disznó vagy, most én magamról beszélek, hanem mert nem mutatom. Meg nem látszik, hogy én egy szórakozott ilyen professzor életet élek, még úgy éjszaka is dolgozok, meg úgy fönn vagyok, meg ez nem látszik, amikor úgy találkozik, ugye még fiatal korukban az emberek, vagy idősebb korukban is. Csak a rózsaszín köd van, meg jaj, de szép vagy, meg gyere, mi tudod. De amikor összekerül két ember, akkor kezdődnek a dolgok, tudod, így nem akar menni az a fogaskerék úgy, hogy kell, és hát akkor mi van? Elkezdődnek a csörték. Hát mit csinálsz? Mi pakoltál szét? Akkor te meg miért nem eszed meg ezt a kaját, mert én megcsináltam neked meg különben is. Ki az, aki egy-egy tízest írtak már, aki tudja, hogy miről beszélek is. Hogyan lehet ezeket például megoldani? És mindjárt rátérek az üzleti életre, ugyanez van. Hogy az alapokat kell megváltoztatni. Nem azt kell csinálni, hogy elkezdesz így csörtézni, mert ez állandóan Newton törvénye, ugye állandóan összecsap dolog, és akkor nem szólok hozzá három napi tudott verzió. Biztos ismertek. Hanem elkezdenek az emberek, és most fölébrednek egyébként nagyon sokan, elkezdenek magukba nézni, és elkezdik megváltoztatni saját magukat. Tehát próbálunk olyan emberek lenni, amilyennek szeretnének, hogy lássanak bennünket. Tehát olyan ember próbálok én is lenni, ami szeretetre méltó. Hát persze ez nem mindig sikerül, meg néha ugye nagy ilyen buktatókba kerülök, de sokkal gyorsabb saját magunkon dolgozni, sokkal gyorsabb az eredmény, mint hogy tudod, hogy elkezded a párodat, vagy a leendő üzlettársadat meggyőzni, tudod, hogy az a jó, csak az nekem van igaza, mit már nem. Tudod. És akkor ő meg azt mondja, nem, nekem van igazam, és akkor tudom, ennek ezek a csörték. Vagy pedig fogod magad, elkezdesz befele fordulni, és ez nem a depresszió, hanem munkálkodsz magadon, lecsendesíted magad, és hát így mondhatja, a magyar az nagyon jó megfogom, ezt tisztába tesszük magunkat. Tudod, így lemossuk magunkról ezt a koszos hagymahéjat, és minél jobban kezdjük ezt a gyakorlat sorozatot, hogy úgy tisztogatom magamat, észreveszem, hogy olyan történések jönnek velem szembe, vagy olyan emberek, amilyen én is vagyok. Tehát kezdenek nem ilyen negatív emberek jönni felém, mert akkor ez a vonzás egyébként, minél negatívabb vagy, annál negatívabb emberekkel találkozol. Tehát állandóan nézegeted, hogy hogyan nem lehet valamit, akkor észreveszed, hogy a csapat tagjaid is így mondják neked, hogy hát ez tényleg nem lehet, hát ez tényleg. És akkor megbeszéltek egymást, hogy tényleg nem lehet, és akkor nem megy, mit tudom én, az üzleted. De elkezdesz magadon dolgozni, és hát én a helyetben lennék, most ezt így fölírnám, hogy elkezdek magamon nagyon komolyan dolgozni, és például az első gyakorlat az legyen ma például, hogy bármi történjen, akárki jön velem szembe, én ezzel az emberrel például kedves leszek. Ugye Gagrina mester mondja ezt a gyakorlatot, ami nekem nagyon tetszett, mert még régebb óta hallottam tőle, és ez most nagyon előtérbe kerül például akár a csapattagokkal, vagy ugye chatbe beírással, ezt lehet így gyakorolni, hogy bármi történik, hangsúlyozom bármi, én akkor is kedves leszek. Ez nem egy álszent dolog, hanem egyszerűen én határozom meg, hogy egy adott körülményre hogy reagálok. Ugye mindig mondom nektek, hogy vannak dolgok, amire
ráhatásom van, meg van olyan dolog, amire meg nincsen ráhatásom is. Ugye nagyon sokan elkezdenek azzal törődni, hogy valamire, amire nincsen ráhatásod, akkor elkezdesz rajta idegeskedni, és akkor például hülyeséget írsz be például csetre. És akkor vannak némelyik olyan ember, aki hasonlóan gondolkozik, hangsúlyozom, innen indul a szívből, és ő is beír valami hülyeséget, és a végén már akkora ilyen perpatvar kialakul a cseten, hogy alig győzi az ember így, hú, most mit csináljon, tudod. És ez egy napi szintű dolog, de hogyha például egy ilyen csapat, mint mi is vagyunk, hogy elkezdünk saját magunkon dolgozni, és akkor tudod, mit tudom én, ma eldöntitek, hogy bármi történjen, akármi történjen, én a jobbik oldalát nézem a dolgoknak. Kedves leszek a csapattársaimmal, a munkatársaimmal, a szponzorommal, tehát mindenkivel, bármilyen nehéz. Ugye elkezd itt az értelem meg a szív hadakozni, mert hogyha így aggyal gondolkozik ez, hogy miért legyek én Pistával olyan, mert úgy szide engem az interneten, mert most nehogy már, tudod, hogy elkezdesz. És ezt nem úgy kell csinálni, hogy úgy most elkezdesz kedveskedni, meg így föl is hívod, hogy jaj, most vigyázz, most, jaj, hát, úgy tudom, hogy olyan hülyeséget írsz róla, ami én meg majd, hogy kell, nem, ez gondolatba kell, tehát belül, ez egy belső munka. Kivetíted a pocskondiázók fele például, hogy oké, hát abban az információval, ami neked van, biztos így van, én is biztos, hogy avval az információval ezen a véleményen lennék, de te attól egy jó ember vagy, és kész, és nem kell vele foglalkozni tovább. Nem kell, hangsúlyozom, elhinni, ezt próbáljátok ki. És ha mondjuk a mai napnak az üzenete az, hogy legyél egy kicsit, nem kicsit, hanem így kezd el ezt a kedvességet gyakorolni, döbbenet lesz az eredmény. Én néha annyira mosolygok, szoktam olyat csinálni, hogyha mondjuk Szegeden vagyok, hogy leülök a plázába. És akkor így nézem az embereket, hogy mit csinálnak. Hogy ugye nem a múltban, vagy nem a mostanban vannak emberek, hanem egyik az nézi az okostelefonját, és akkor úgy a másik meg megy ilyen aktatáskával, meg. De össze-vissza járkálnak az emberek, abszolút valaki eszik, és nem a mostanban van, hanem úgy van, úgy össze-vissza úgy éli az életét, és olyan, mint egy nagy idegességi ilyen közösségben lenne az ember. Próbáljátok ki, hogy mentek föl a városotok, mondjuk a főtérre, a jó idő van, ülj egy picit a padra, és akkor nézd meg, hogy az emberek hogyan viselkednek. Vannak ezek az adventi nagy tömegek, így kimész, és itt esetleg tapasztalsz egy olyat, hogy itt szeretettel beszélgetnek az emberek egymással, vagy gyere már, vegyük meg ezeket az ajándékokat, mert még a Pistinek nem vettük meg, de hát a Janinak mit kéne venni, tudod, így próbálnak így néha így fülelni, hogy miket mondanak az emberek ebbe a muszáj ünnepekbe, és ez mind-mind felismerések sorozatára inspirál, és képzeljétek el, hogy ezek nagyon komolyan tisztogatják a lelket, a szívet, és kezd el érteni a létnek a törvényeit ezek az apró pici gyakorlatokkal, és azt fogod bevonzani, ami a neked a szívedben van. Mondok egy konkrét példát. Fölhív reggel engem az egyik barátom, szponzorom, ugye Lakos Józsi, és mondja, hogy vivitem a fönt vagy. Hát mondom, persze, én már 4 óra óta nagyon szeretem a reggeleket, a reggel csodájában mindig gyönyörködöm, és itt kell fel a nap egyébként az ablakom alatt, nagyon szerencsés helyzetben vagyok, és akkor így látom, hogy így bearanyozza így a reggeleket, hogy kell föl, egy gyönyörű valami, és egyszerűen így függővé lettem tőle, és ahogy kell fel a nap, már jönnek a felismerések, egy szenzációs érzés, nem lehet semmihez hasonlítani, olyan, mint a szerelem. Na és akkor Józsi fölhív, és mondja, hogy ah, te fönt vagy, mondom, persze, nincsen, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, a Lakos Józsiról van szó, tudjátok, hogy mi egy nagyon jó lelki társak lettünk, meg üzlettársak, meg. Tehát egy igen-igen szoros kapcsolat kialakult jó irányba. És mondja, hogy volt egy beszélgetése, éjfél, 1 óra, 2 óra magasságában, az egyik barátunkkal, közös ismerősünkkel, aki így be akarta bizonyítani, hogy az adott üzlet, az hát ez nem jó irányba megy, ez különben is ez egy átverés, meg stb. 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 Stb.
Hát ugye a barátom, az a Józsi, az ugye elég intelligensen így mondta a dolgokat, és nem harcolt az ellen, hogy ez nem pilótajáték, de pilótajáték, de nem, és különben is, hanem nagyon érdekesen, ugye Józsi is a mostban él, tehát ő fordítgatja folyamatosan Ábrahámék anyagát, meg nagyon komolyan, hogy a Dave-nek az anyagait ő fordította le, és szó szerint így ráragadt ez a mostban levés. És nézd meg, mindjárt mondom, hogy hogyan volt a sztori, hogy nézd meg, hogy te milyen üzeneteket kapsz, ugye akár az interneten, vagy az univerzumból, mennyire akarják a te utadat letéríteni, úgymond álomrablók, és ezzel szemben a szíved mit mond neked? Ezt most így rávetíthetjük különböző üzletekre is. És ugye az a barátunk, aki állandóan támadta, de közben meg mondta, hogy hát végig is jó dolog ez, de mi van, hogyha ez bebukik, hogy jaj, majd most itt tudom én. Tehát ez a vacilla, tudod, ez az bizonytalanság érző, biztos ti is találkoztok ilyennel. De miért történik ez? Azért, mert amire gondolsz te, ami a szívedben van, azt fogod bevonzani. Tehát te nem vagy bizonyosságban egy adott üzletbe például, és állandóan azokat keresed, hogy hol van itt a csapda, hol van itt az átverés. Akkor képzeld el, még egy jó üzlet is, ami tényleg szuperül dübörög, neked az egy átverés lesz, és nem fog sikerülni. Ezt így, ahogy mondom, neked be tudod vonzani. És egyszerűen olyan emberekkel fogod magad körülvéve, akik ugyanúgy szintén be akarják bizonyítani egy adott üzlet, ez teljesen hülyeség. Én tegnap például olvastam a általam nagyon tisztelt cégről, Forever Livingről, egy nagyon komoly lehúzó kritikát. Elkezdték így mondani ilyen csúnya gonosz emberek, hogy a Forever az ugye túl van árazva, és különben is az Envy is, az Envér is ugyanígy, aki már milyen régóta megy, ez is egy hülyeség, mert hogyha az Áriát veszi meg valaki, akkor sokkal olcsóbban kint. Tehát ilyen teljesen ilyen rossz kritikákkal fűszerezve így egy ilyen írás. Na most, hogyha te ilyenekkel foglalkozol, tehát úgy foglalkozol vele, nem azt, hogy megnézed, oké, van ilyen is, tudatosított, hanem állandóan azon cseszteted magad, hogy így ilyenekkel foglalkozol, akkor észreveszed, hogy egyszerűen olyan embereket vonzol be, akik ugyanilyeneket nézegetnek. Sőt, tovább megyek, még a párod is elkezd cseszegetni, még nem csak ez miatt, hanem még más miatt is, meg a gyereked is, és akkor már nem is az üzlet, hanem hogy á, még ez se jó, meg nem ilyen ízű a kaja. Tehát ez a vonzás törvénye, ez nagyon érvényes. Tehát ez nincs benne a titok filmben. Ez a rossz oldalú vonzás. De ugyanúgy be tudod vonzani a jót is. Én sokszor mondtam nektek, hogy én például soha nem veszítettem pénzt, bármilyen cégben voltam. Annak idején, például az iMovie-t, amikor úgy nagyon nyomtuk, és de tényleg nagyon hittünk benne, és az a lelkesedésünk hitt benne, és ha hiszitek, hanem én ott se veszítettem egyetlen egy fillért se, sőt, mindig nyertem. Nem azért, mert becsaptam embereket, Isten őriz, hanem azért, mert egyszerűen a középutat választottam mindig, tehát pontosan annyit tettem bele, akár pénzügyileg, vagy energiaügyileg is, amennyit az adott szituáció megérdemelt. De nem hagytam magam, például a kapzsiság soha nem vitt bele abba, hogy mit tudom én, nagyobb összegeket rátegyek például üzletekre. Tehát amikor én például bevásároltam nagyértékű Herbalife termékekkel is, én ezt pontosan tudtam, hogy ezt el tudom adni. Tehát soha nem vásárolt. Nem lett az, hogy beragadt volna nálam ilyen áru, aki régebb óta ismer, azt pontosan tudja, hanem mindig valahogy a szívemre hallgatva egyszerűen jöttek az emberek, és nem nekem kellett ugye eladni. És én minden ilyen üzlettel ugyanígy vagyok. De miért tudtam ezt megcsinálni? Nem azért, mert jobb vagyok bárkinél is, hanem egyszerűen azért, mert mindig a szívemre hallgatva kommunikáltam az emberekkel. Amikor az volt, hogy hát ez nem jó döntés, akkor azt is elmondtam. Amikor az volt, hogy ez egy jó döntés, azt is elmondtam. Tehát mindig ugye visszatérve magamon dolgoztam. Ez már közel 20 éve, hogy én ezt csinálom. Mondhatod nekem, hogy jaj, könnyű neked. Nem.
föl kellett azt is ismernem, amikor belementem egy olyan szituációs sorozatban, amikor már majdnem vége lett az életemnek. Tehát tudtam, hogy az már nem mehet úgy tovább. Egyetlen egy megoldás az, hogy ugye rendbe rakjuk saját magunkat. Tudjátok biztosan, hogy ugye belekerültem egy ilyen rákos történetbe, és ugye rossz azt megélni, amikor így közli veled a doki, hogy hát ez van, nem gyógyítható. Hát ez ugye el lehet vele élni, de nem gyógyítható. És akkor persze elkezdesz szidni mindenkit, meg jaj, Istenem, pont én, meg tudod így. És gondolnátok, hogy ez egy nagyon jó dolog volt. És minden egyes ilyen betegség, vagy rossz dolog, ami veled is történik, az a legjobb, ami történhet veled, mert az tanít téged. Minden egyes ilyen történés vitte előrébb az emberiséget. Minden rossz. Még csúnyát mondok, még Hitler is. Hogy egyszerűen tudjon jobban menni a fogaskerék. Milyen jó nekünk most például, hogy nincs ilyen, ennyire gonosz ember itt most ebben a században is. Nem tudunk neki örülni. Nem tudom, ezt így érzékelitek-e. De ezt most azért mondom, mert minden egyes rossz, ami történik veled. Egyben nincs rossz meg jó, csak van. Csak rossz megélni, mikor közlik veled, hogy beteg vagy. Vagy rossz megélni, amikor az áhított párod, a szerelmed, ez csak elhagy, faképp néhagy. Vagy megcsal, vagy mit tudom, értetek, amiről gondolok. De ki az, aki például közületek észrevette ezt, hogy a francba akkor ez a dolog megtörtént velem, és ha az nem történik meg akkor most nem ez a jobbik dolog van most. Minden egyes történés. Úgy hidd el, hogy ez így van. És ha elhiszed ezt, vagy nem. Józsival ezt beszélgettük elég sokáig reggel, hogy minden egyes olyan történet, amit annak idején, akár ő is a Talk Fusion, vagy én az Iovinál ugye megéltünk, az valahogy előre vitt bennünket. És például az Iovira, ha visszatérek, például ott tanultam meg én így konferenciát tartani, videókat készíteni. A csapatépítésnek a nagyon komoly szellemi részét ott megtanultam online, a csapatépítés. De meg egy csomó olyan dolog, amit nem lehet anyagilag kifejezni. Sokan mondhatják most, hogy ugye sikereket értünk el, hogy könnyű nektek. Igen, de voltak nehéz helyzetek, még mindig lesznek is. Csak nem mindegy, hogy mi hogyan reagálunk ezekre. Ezek a nehezebb helyzetek, ezek inkább kihívást jelentenek? Vagy elsüllyedsz, hogy jaj, már megint engem sújt ez a dolog. Írd össze magadnak most, jelen pillanatban, a helyzetedet. Egyébként elmondom neked, minél rosszabb helyzetben vagy, annál jobban mennek ki a csápok, és minél jobb helyzetben van, annál jobban elhagyhatod magad, ha nem vagy éber. És ezért vagy, ma megint, hogy visszamegyek a saját magunknak a rendbehozatalára, mert ennek kell a legfontosabbnak lenni. Az, hogy most gazdagabbnak érzed magad, vagy szegényebbnek, ez csak relatív dolog, úgy higgyetek el, önműködően jön bármelyik. A szegénység is, meg a gazdagság is. Minél jobban akarod a gazdagságot, annál jobban nem fog eljönni. Ez egy nagy tévhit, hogy oda fókuszálok, meg Ferrari, meg ilyen hülyeségek. Próbáld egy 70-80 éves hölgynek mondani, vagy férfinek, hogy Ferrari-ra gondolj, hülyeség. A mostban lévő szépségnek a megtalálása, és ezt átvinni szolgálatba. Tehát ez az, ami meghozza majd a pénzt. Ha nem szolgálunk, én észrevettem, ha nem szolgálunk emberek fele, akkor nem jön a pénz. Tehát el ne képzeljük már, hogy azért, mert van egy jó marketing rendszer, hogy van egy jó termék, az majd úgy meghozza neked a gazdagságot. Nem. A szolgálat hozza meg a gazdagságot. Ki az, aki egyetért ebben velem? Hogy ott van egy jó marketing rendszer, egy jó termék, és az Istené nem érsz el sikereket. Miért? Kérdezett sokszor tőlem. Hát én megmondhatnám, hogy basszus, először magadat hoz helyre. Lehet, hogy te mondjuk egy network sérült vagy, és te most meglátod ebbe a lehetőséget, de hátul ott van az, hogy hát ez se jó, biztos ez is be fog bukni. És kézed, hogy bevonzod. És neked be fog bukni a dolog. Más meg meggazdagszik. És akkor mondhatod, hogy az azért gazdagodott meg, biztos sok embert átvert. Nem. Azok, akik
akik jól vonzák be ilyen szinten a pénzt, magukkal nagyon rendben vannak. Persze itt is vannak kivételek, akik mondjuk jó helyen voltak jó időben, és hirtelen nagy pénzhez jutottak. Ennek a nagyon kevés hányada egyébként veszti el azt a vagyont, de az esetek többségében ezek az emberek megjutalmazódnak avval, hogy az élet úgy irányítja őket, hogy jó helyen fognak tudni jó időben lenni. Egyébként most is jó helyen vagy jó időben, csak nem veszed észre. Azért, mert a külső körülmények határozzák meg az életedet. Ez egy nagyon kényes dolog egyébként, én azt vettem észre, mert ez a könnyebb, hogy az értelmünkre, az eszünkre hallgatva elkezdünk másoknak a véleményére hatni, vagy hallgatni, és az alapján hozok meg valamilyen döntést. Ezek a úgynevezett megfelelési kényszerek. Ki az, aki már ma legalább 4 embernek úgy gondolt, hogy meg kellett felelni? Hát, hogyha a családod van, akkor gondolom. Eltettem a gyereknek a cuccait, ugye ment reggel suliba, vagy tehát az egy biztos, hogy meg akartál felelni. Más, amikor szolgálod. Tehát nem az, hogy meg akarsz felelni mondjuk a párodnak, hanem innen a szívedből szolgálod. Tehát szeretettel szolgálod, és úgy csinálod meg neki mondjuk azt a szendvicset, amit visz mondjuk reggel, hogy a lelked is benne van, hogy ez olyan energiával látod ezt a szendvicset, amivel ő tud egész nap sikeres lenni, vagy pedig megkerem ezt a szendvicset, minek ezt a szalámit vetted meg, pita, na vigyázz már, haladjunk, tudod ezt a... Egyszerűen csak annyi, hogy másképp fordulunk az emberek fele, és képzeljétek el, hogy még mondjuk egy rosszabb marketing rendszerrel, vagy egy középkategóriai termékkel is, hogyha szeretettel csinálja az ember, tényleg egy igazán szolgálatot csinálsz emberek fele, egyszerűen boldogat tudsz lenni. Sokszor meséltem nektek a mézes néniről, nem tudom, hallottatok ezt a sztorit. Szenzációs marketingje van, hordja nekem mindig a mézet. De tudom, hogy foglalkozik, ilyen kozmetikai termékeket is forgalmaz. Nagyon aranyos hölgy. Gyerekek, olyan marketingje van, hogy egyszerűen nem tudok tőle nem venni. Mindig ki így kopog, tudom, hogy valahogy megérzem, mikor ő kopog, vagy ő csenget, mert másképp nyomja meg a csengőt. Olyan szeretet van benne, hogy így nem akar zavarni, de hát mégis itt van már, és akkor kinyitom az ablakot. Jaj, Vivikém, te jó, hogy itthon találom, jól tetszik lenni, biztos... Sokat dolgozik, én meg itt vagyok, és csak na erre jártam, hogy bekopogtam, és tudod, most nem bírom ki, hogy ne vegyek tőle. Tudom, hogy ő szolgál. És tudom, hogy az a méz, amit megveszek tőle, az abban nincs benne ilyen cukor, ilyen hogy mondjam, ilyen föloldva, tudod, ilyen nem hamis méz, hanem benne van a lelke is. És képzeljétek el ezt a mézet, ez drágában adja, mint hogy én bemennék a boltba, vagy elmennék a piacra, és még el is kérdeztem tőle, hogy ez még hogy 1-200 forinttal drágább. Hát azt mondja, Vilikém, ez azért, mert ebben benne van a lelkem, a szívem. És én elhiszem neki. Hát egyszerűen a szemébe kell néznie. Nem, ezek az emberek nem hazudnak. Persze mondhatnád, hogy jaj, de naív vagy, biztos. Érted, miről beszélek? És azért mondom, hogy lehet, hogy mit tudom én, egy nem is olyan jó marketinges tudsza foglalkozik, mondjuk kozmetika, hogy jaj, milyen varázs marketing, meg lehet, hogy nem is a világ legjobb termékei, de azt is úgy adja oda, hogy esküszöm nektek, hogy az sokkal jobban használ, pedig ugyanaz a termék, mint hogyha, mit tudom, egy ilyen agilis, ilyen nagy, ilyen, tudod, fölöltözött emberkétől, aki ugyanazt a kozmetikát árulja, vettem volna. Kipróbáltam, képzeljétek el, és egyszerűen ugyanaz a termék, egyik embertől vettem, az nem jó volt, most nem mondom a cégnek a nevét, ettől a hölgytől vettem, ez meg ugyanaz a termék, ez ilyen barnító krém volt egyébként, az egy tök jó bebarnult, az egyiktől sárga voltam, meg kipattogtam, és mondhattam volna, hogy rossz a termék, ez a helyzetek, ha nem így van, a másiktól meg gyönyörű bronzbarna lettem, én napérzékeny vagyok, és nem jó, hogyha fehéren megyek ki kajakozni nyáron. Most azért mondom, mert egyik az helyre volt hozva, így belülről, a másik meg nem, a másik az eladott. És ide jön megint az, hogy benne vagy egy üzletben,
És amikor csinálsz egy videót, vagy csinálsz egy üzenetet, hogy benne van-e a szíved, szolgálni akarod-e a lehetőséggel az embertársaidat, vagy jaj, hát azt mondta a Vili, hogy most meg kell csinálni napi szinten egy videót, akkor most is csinálok egyet, és minél hamarabb kész legyek, és akkor megcsinálod, és esetleg észreveszed, hogy nem az a konverziód. Figyeld meg, hogyha úgy csinálsz videót, hogy tényleg a szívedből jön, de ezt meg kell tanulni. Hát hogy ne? Hát meg kell tanulni szívből beszélni. És ha így csinálsz meg egy videót, lehet, hogy egyet csinálsz egy hónapban. De az a videó olyan ütős tud lenni, hogy egyszerűen ragadnak rá az emberek, és fölhívnak, és figyelj, engem érdekel ez a dolog, regisztrálni szeretnék. És akkor észreveszed, hogy hogy van ez? Ez a vonzás törvény. Ez nincs benne a titokfilmben. Szívből. Hiába gondolkozol te ezen, hogy jaj, de jó lesz majd, hogyha lesz egy ilyen hajóm. Jaj, de jó lesz majd, hogyha lesz egy ilyen Toyotám. Nem lesz. Mert mindig a jaj, de jó lesz majd. Jaj, de jó most. Hogy... És akkor egyszer csak így jön, és meg tudod venni a Toyotát. Hát, ugye Brigi erre jó példa. Tehát azt szeretném ma sugallani nektek, hogy nagyon fontos az, hogy magunkon dolgozzunk. Ez a magunkon való dolgozunk, ez egy belső meditáció. Én azért javaslom nektek a Guagrina anyagait. Most meg lehet kapni, most egy kicsit úgy, reklámozom őt, két könyvét, a Sorsnavigátor 1-2-t, meg van még egy könyv, amit érdemes akár az internetes oldalán megvenni, vagy bemész a könyvesboltba, mert ott ilyen gyakorlati dolgok vannak, és az üzleti életre szuperül fogod tudni használni, szenzációs egyébként. Mondhatnád azt, hogy ugye ha fölmész esetleg az ő weboldalára, vagy ha fölrátogatsz az enyémre, vagy bármely tanítványomnak az oldalára, egy csomó olyan ingyenes anyag van. És épp az éjszaka hallottam egy anyagot, ahol mondja Gogrina, hogy jaj, mert őt is betámadták, hogy jaj, így meditáció, meg úgy, meg belső munka, de tulajdonképpen a pénzét csinálja, és a könyveit adja el. És mondja a Gogrina, nem muszáj megvenned a könyvet. Engem nem érdekel, hogy te megveszed-e, vagy nem. Mert akik úgy gondolják, hogy megér annyit, hogy ez 3 vagy 4 ezer forint, max 5 ezer forint ez a pár könyv, hogy ez megér annyit, hogy az abban lévő információ az 20-25 dollár, és esetleg ezzel szolgál engem, így mondja, akkor úgyis megveszed. Ha meg nem, akkor hiába akarom rátukmálni. És ugyanígy van nálunk is az üzleti életben, hogy ugye sokan mondják, hogy de hülye vagy te, William, ingyen odaadod ezeket az anyagokat, meg kiképzeljük embereket, hogy ingyen segítsenek. Nem. Tehát az, hogy ingyen van valami, annak mindig van értéke. Mert a legjobb az, amikor egy információs anyag, hogyha te hozzá tudsz jutni, és ezt fel tudod használni, és ez előre viszi az életedet, lehet, hogy úgy néz ki, hogy ez ingyen van, de mégis ugye én szolgálok az anyagokkal, te pedig tudsz szolgálni az emberek fele, amiért te fogsz pénzt kapni, ami, hogy a házatomban vagy nálunk fogod elkölteni, és az én is fogok ki pénzt kapni. Értitek ezt? Tehát a szolgálat, a magunkon való dolgozás fele kell irányulnod. Ezt most így kimerem jelenteni. Ez a kommunikációnak is a része, mert hogyha te így kommunikálod le a dolgokat, látják rajtad az emberek, ez az őszinteség. Látják rajta az emberek, hogy bemered vallani, hogy igenis, hogy is fogalmazom, hogy nehogy félreértsetek, tehát nem ingyen csinálom, hanem a vagyonért csinálom, a gazdagságért csinálom. De ez nem mérhető pénzben. Nálam a gazdagság nem pénzben mérhető. Minél jobban rájöttem én erre, annál jobban áramlik a pénz. Ez, ha hiszed, ha nem, ez így van. Minél jobban akartam, hogy áramoljon a pénz, nem áramolt. Sőt, még ment is. Tehát ezt biztos észreveszed te is. De ahogy a gazdagság kifejezést meg fogod magadban fogalmazni, az igazi gazdagságot. Számomra az igazi gazdagság az, ha a forgás Miki engem fölhív, és azt mondja, hogy ú, de jó, hogy az én csapatom, hogy nálam, az én csapatomban van. Vagy fölhív a Nagy Zsuzsi, hogy figyelj, van egy pici idő, tudunk beszélni, és beszélünk 5 percet, és egyszerűen így mind a ketten mosolunk, és röpül a dolog.
Ez számomra a gazdagság. Vagy, tehát tudod, hogy ez természetesen mondhatnád, hogy jó, hát akkor miből fizeted a csekkjeidet? Hát azokból a szolgálatokból, amit napi szinten én és a csapat megtesz az emberek fele, és nálunk költik el mondjuk a pénzüket, amiért megint tudnak szolgálni, és ez a marketingnek a lényege. Tehát nem tudom, hogy tudtam egy picit így fényt gyújtani a lelketekbe, a szívetekbe, én ezzel akartam szolgálni ma reggel nektek, hogy sikerült ezt elérnem, azt majd látod, esetleg megnézed ezt a videót, esetleg oszd meg olyan helyen, ahol méltóan esetleg meg tudják nézni, és próbálj szolgálni, tedd helyre magadat, tehát próbálj magadon dolgozni, legyél kedves mindenkivel, napi szinten, még azzal is, aki az ellenséged. Nem muszáj neki vigyorogni a képébe, belülről legyél kedves. A belső mosoly az, ami igazán érték. Ez a színjáték, hogy jaj, gyere már be egy kávére, az anyád jó Isten, csak mikor mész már, tudod, hogy tudod, ez a kétszínűség. Kinyitod a szomszéddal, azt mondja, ja, hát gyere be, ha már itt vagy, tudod, a francba már menne már. Tehát nem erre gondolok, hanem mész az utcán, mindenkire belülről mosolyogjál, ezt rajtad látszani fog, meglátod, hogy egyszer nem tudnak ezzel mit kezdeni, tehát nem tudják megfogni a te belső mosolyodat, mert az belülről jön, a szemed fogja megmutatni. És egyszer csak megváltozik az életed is. Hát erre mondja Jézus Mester, hogy mennyországban vagy. Most, nem majd leszel valamikor. Oké? Na, hát remélem, hogy tudtam nektek adni értéket. Egy picit most hamarabb fogjuk befejezni, mert leszek tárgyaláson mindjárt. De ezekkel az indítatásokkal szerettem volna nektek ma szolgálni. Induljatok el ezen az úton, és minden kommunikációt ilyen kedvességgel végezzetek. Úgyhogy ennyi lett volna mai reggel, a teremtő erő legyen veletek, és találkozunk holnap ugyanebben az időben. 8-kor nyitom a termet jó videókkal, 9-kor meg élőbe kezdünk. Sziasztok!